amikor a bácsi. Nagy volt a nyüzsgés a dombóvári Szent Orsolya Bencés iskola központban, ahol egy régi hagyomány, a disznóvágás elevenedett meg. A program nem új keletű, az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a diákok találkozzanak a téli időszakra jellemző falusi életben megjelenő hagyománnyal. Az iskola nagyjából 10 évvel ezelőtt csatlakozott egy programhoz, amely olyan sikeresnek bizonyult, hogy azóta ez tradícióvá vált náluk. A nap ilyenkor korábban indul, mondta el az igazgató. 7:30 kezdődik, amikor is levágott féldisznókat hoznak ide, most 2 disznóból, tehát 4 fél, és akkor elkezdődik a feldolgozása, és egy igazi nagy családként működik ilyenkor az iskola, tehát a tantestület hölgy tagjai azok főzik a rizst, meg amit kell ilyenkor, hagymát, a fiúk szétbontják a disznót, darálják a húst, és később töltik a kolbászt. Az iskola diákjai pedig a nap folyamán többször körforgásszerűen váltják egymást a disznóvágás helyszínén, ahol számos kérdést tesznek fel a pedagógusoknak. A munka folyamatokba a vállalkozó szellemű tanulók is bekapcsolódhattak. Éppen most a mostani munka folyamat, ugye a csontokat vágjuk össze, ebbe is tudunk nekik egy kicsit részt adni. Esetleg amikor a kolbászt bekeverjük, abba is, ahhoz is hozzányúlhatnak egy kicsit, a darálásnál is kivehetik a részüket. Az iskola diákjai közül sokan csak itt az intézmény falain belül találkoztak ezzel a régen, akár az egész utcát megmozgató eseménnyel, de akadtak olyanok is, akik a családjuk körében is rendszeresen vesznek részt disznótoron. Eddig daráltam, meg egy kicsit vágtam. Igazából jó, élvezem csinálni. Régebben apukámmal szoktam csinálni, és megszerettem. A dombóvári Szent Orsolya Bencés iskola központ célja, hogy a disznóvágás hagyományát tovább vigye, és ameddig lehetőségük van, addig évről évre visszatérő program legyen az intézmény életében.